Bár korábban megtagadta, most mégis vállalja a hazugságvizsgálatot az a 36 éves román férfi, akit a 4 éves kislányának megerőszakolásával gyanúsítanak. A gyanúsított védője egy hozzátartozótól tudta meg, hogy az apa mégis vállalja a poligráfos vizsgálatot. Arról az ügyészség dönt, hogy sort kerítenek-e rá. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az apa mindvégig tagadta az erőszakot. Azt állította, hogy egy több száz kilós súly esett a kislányra. Mindez egy ceglédi telephelyen történt, ahol szolgálati lakásban él a család. A baleset után a kislányt kórházba vitték. A Pest megyei rendőrfőkapitányságon október 7-én indult nyomozás ismeretlen tettes ellen a Cegléden élő 4 éves kislány sérelmére elkövetett szexuális erőszak gyanúja miatt.